A változás megjön Tibes koncertje Budapesten. Csaba Tibor Tibes van a vonalban. Akkor mondjuk el, milyen koncert lesz, hol lesz és hogyan lesz? Tulajdonképpen vasárnap lesz a Belvárosi Fesztiválon belül. A hangfoglaló programnak egy színpadja az Erzsébet téren, és ott fogunk fellépni élő zenekarral 4 órai kezdettel. Mit lehet várni? Ez egy élőzenés koncert lesz ezek szerint? Igen, tulajdonképpen ez egy full élőzenekar, tehát nem gépi alapokról fog megszólalni a talpalával, mint ahogy azon a klasszikus hip-hop szénában megszokott, és ennek én nagyon örülök, hogy van lehetőség tényleg élőzenével föllépni, és tulajdonképpen egy ilyen bő 3-4 órás koncertre lehet tőlünk számítani. Akkor talán mutasd be a zenész társaidat, azt már tudjuk, hogy a mi technikusunk Kammer Jonatán a dobos, de kik lesznek még? Igen, gitárosunk az Vári Sándor, illetve Balla Dávid, a két szintetizátor az Valiszki András és Valiszki Gábor, illetve ugye, ahogy már említetted, Jonatán, ő most egy beugrós jelleggel ugrott be dobolni, egyébként az államdobosunk az Búzás Áron, illetve vokálon még Pejhe Viktor lesz hallható, és hát jó magam is, mint rapper. Igen, ugye a te szövegeid, dalaid azért most már pár éve nagyon sok esetben szólnak a változásról, egyfajta burkolt evangélium, mondhatjuk így. Ezen a koncerten mennyire lesz lehetőség népszerűsíteni az embereknek ezt a fajta életet? Ez számomra mindenképpen cél minden egyes ilyen esetben. Természetesen, mivel nem feltétlenül keresztény szervezésű maga a rendezvény, ezért nem feltétlenül ez lesz a fő központi témája, de én mindenképpen így a dalok között minden egyes koncerten szoktam beszélni arról az úgymond változásról, ami az én életembe beállt, és hogy hogyan függ ez össze Jézus Krisztusnak a kereszt áldozatával. Úgy gondolom, hogy ha ez nem jelenne meg, mint egy ilyen üzenet, illetve mint egy mondandó a koncertek közben, akkor nem is tartanám túl sok értelmét annak, hogy színpadra lépjek. Úgyhogy mindenképpen szeretnék erről beszélni, de természetesen annyira, amennyire az adott közönség ez befogadó képes erre. Egyébként hogy látod, mióta keresztény lettél, a közönséged, meg mondjuk a régi közönséged mennyire tudta ezt a változást elfogadni? Hát eléggé lecserélődött az igazat megvalva a közönség, de én ahogy észrevettem, egyébként egész sokan kvázi követik azt, amit csinálok, és ilyen ismertebb előadókkal is megmaradt a kapcsolat, például akukán a hősökkel, és nekik is rendszeresen elküldözgetem mondjuk az új dalokat, és az esetek túlnyomó többségében abszolút pozitív visszajelzéseket kapok. Tehát én úgy veszem észre, és ez engem bátorít is, hogy a Halász Petivel közös dalba például már eléggé nyíltan ki lett mondva Jézusnak a személye, illetve utalás történt a kereszt áldozatra, és az volt tulajdonképpen az egyik legnagyobb ilyen hozzászólás, meg like arányba pozitív értelemben ilyen reakciókat kiváltó dal, úgyhogy engem ez mindenképpen bátorít, hogy igenis bátran bemondani azt, amit az ember gondol, meg azt, amit tulajdonképpen Isten ránk bízott, mint keresztényekre, és én szeretnék egy ilyen büszke, erős identitással rendelkező emberként zenei módon is minél inkább próbálkozni olyan dalokkal, ahol az evangélium és a kereszténységnek a központi üzenete az tulajdonképpen egy nyílt formában is megjelenik. Azt még nem tudom, hogy erre mi lesz a közönségnek a reakciója, de tényleg az eddigi kis szárnybontogatások, meg próbálkozások és az erre jövő visszajelzések alapján én abszolút azt a megerősítést kaptam eddig, hogy igenis őszintén jó, hogyha az ember bemondja és bevállalja, mert hogyha ez egy hiteles formában történik, akkor ezt az emberek elfogadják és még el is gondolkoznak rajta. Sokat változott egyébként az életed a megtérésed óta? Abszolút, hát össze nem hasonlítható, mert én egy eléggé ilyen kvázi deviáns életet éltem azért a megtérésem előtt, tehát az egyetemen a heti 2-3 buli,
a piázás, a csajozás és a többi, amit most nem feltétlenül szeretnék így nagyon részletesen ecsetelni, de hát nem, messze nem voltam azért egy szent ember vagy egy jó ember, és tényleg Isten ezt a megtérés által egyik pillanatra a másikra elvágta, és hát hogy így csak így utaltam rá, magánéletileg sem volt egy sikertörténet az életem. Most azóta, hogy megtértem, ez 2,5 éve történt, azóta megházasodtam, most idén tavasszal, illetve ami szintén zeneileg is egy ilyen óriási változás, meg inspiráció, meg a mindennapokban is, hogy tényleg egy ilyen belülről jövő, ilyen óriási felszabadultság, meg szabadságérzéssel párosul ez az egész. Tehát, hogyha bárki, aki hallgatja most a rádiót, és esetlegesen még úgy gondolkodik a kereszténységről, hogy ez ilyen szabályok, meg ilyen rendszerek, amiknek, hogyha az ember nem felel meg, akkor egyenes út vezet a kározat felé, akkor én itt szeretném ezt megcáfolni, mert sokáig én is így láttam a kereszténységet, de mióta megtértem, abszolút érzem azt, hogy ez tulajdonképpen egy szabad belülről jövő döntés arra, hogy én igenis nem függök olyan dolgoktól, amik éveken keresztül nagyon rossz irányba vitték az életemet, mint például az alkohol. Jó ezt hallani. Akkor végezetül még egyszer mondjuk el, hogy mikor láthatnak és hallhatnak téged legközelebb a hétvégén. Tehát most május 26-án várok minden kedves rádió hallgatót is, természetesen téged is nagyon sok szeretettel az Erzsébet téri világzenei színpadon, a Budapesti Belvárosi Fesztiválon 15 óra 15 perces kezdettel. Igazán jó program, főleg az európai parlamenti választásokat követő afterpartynak is fel lehet fogni, úgyhogy biztatunk mindenkit, hogy vegyen ezen részt. Tibes, köszönjük szépen, most pedig következik az Igazak ösvénye. Én is köszönöm.